18 napi rendi pontot tárgyaltak keddi ülésükön a Szekszárdi Szociális Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság tagjai. A helyi humánszolgáltatók központ vezetőjével hosszasan egyeztettek a tagok. Valamiféle íróasztal és valami kapcsolódási pont, vagy valami biztonság mindenféleképpen jó lenne, de ez nincs. Kiderült, hogy a humánszolgáltatónak helyet adó Vörösmarty utcai épület második emeletén dolgozók helyhiánnyal küzdenek. Például a családokból kiemelt gyerekek kapcsolattartásához szükséges szobából nincs annyi az épület részben, amennyire szükségük lenne. Ez megoldódni látszik akkor, hogyha az új ügyeleti központ elkészül, a védőnök elköltöznek, és akkor a humánszolgáltató központ egy emelettel nagyobb helyet fog igénybe venni. Az önkormányzathoz tartozó idősek otthonait működtető szociális központ vezetőjével is tárgyaltak a bizottság tagjai. Az egyeztetés végén Zaják Rita azt mondta, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy milyen módon lehetne a közétkeztetésen változtatni, mert sok a panasz az ételek minőségével kapcsolatban. Ez egyébként egyéb más oktatási intézményben is napi probléma, hogy a közétkeztetés minősége nagyon-nagyon gyenge. Tehát sok panasz van ez ügyben erről, ezzel kapcsolatban. A szociális központnál a takarítás volt még, ami lehet, hogy egyszerűbben és olcsóbban megoldható lenne, hogyha saját alkalmazottaikkal látnák el a feladatot. Ezek mellett azt is kezdeményezik a bizottság tagjai, hogy az önkormányzat vegyen még 10-20 olyan jelzőeszközt, amit a városban élő idős embereknek tudnak adni, hogyha bármilyen gondjuk lenne, riasztani tudják a szociális központ munkatársait. Az ilyen riasztók darabja 80 000 forintba kerül.